Teljesen természetes, hogy ezeken a találkozón a gazdasági élet főszereplői is jelen vannak. Van mód arra, hogy megvitassuk egymással a kérdéseinket, a problémáinkat, és hát ők is támogatják ezeket a fajta rendezvényeket abból a szempontból, hogy mindenkinek érdeke, hogy a magyar önkormányzat erős maradjon, talpra álljon, megrázza magát és új feladatok elé nézzen. Ehhez szükségesek a gazdasági élet szereplői is. A városi polgármesterek rendezvényei már 19. éve valósult meg, amelyen hol polgármesterként, hol pedig mint önkormányzati államtitkárként veszek részt. Pedig nagyon fontos része a rendezvénynek, hogy a kiemelkedő teljesítő önkormányzati vezetők elismerésben részesülnek, hiszen a munka mellett azt is meg kell látni, ha valaki jól teljesít, és örülök neki, hogy én ebben személyesen is részt veszek, és én adhatom át ezeket a díjakat. Nagyon megtisztelő, hogy az év polgármestere címet elnyerhettem. Úgy tudom, hogy 19. alkalommal rendezték meg, és budapesti polgármester még nem nyert ezen a nagyon neves eseményen, úgyhogy meg vagyok tisztelve, és egy kicsit hatódva is, hiszen ennél nagyobb dolog szerintem egy polgármester életében, mint hogy a saját körzetéből, a saját településéből, kerületéből az ott élők megválasztják egy ilyen rangos elismerésre, szerintem ez egy ennél nagyobb dolog nem lehet. Hát én bízom benne, hogy 2006 óta azok a fejlesztések, azok a pici és sokkal, tehát nem látványos, de a mindennapokat érintő fejlesztések, és azok a nagy beruházások is, amelyek a második kertben történtek, az a mindennapi munka, amelyet ott végzünk a stábommal, az kiérdemelte ezt a kitüntetést, illetve kiérdemelte azt, hogy nagyon sok ember az interneten szavazott a rám és rajtam keresztül arra a munkára, amit végzünk az elmúlt 6,5 évben.